Tisztelettel és szeretettel üdvözlök mindenkit. A mai beszélgetés címe Atomháború újra töltve, avagy ha 60 évvel ezelőtt sikerült elkerülni, akkor most miért nem? De még mielőtt rátérnék a naplóbejegyzés lényegének a kifejtésére, először egy szolgálati közlemény, ahogyan már a múltkor is említettem, újra vetítik vasárnap, október 9-én délután 13 órakor az Uránia Filmszínházban Jelenszky István megrendítő erejű filmjét, az Ön térképet. Már az előző vetítésekre is felhívtam a figyelmét. Aki még nem látta és el tud menni, az mindenféleképpen menjen el, egészen kivételes szellemi élményben lesz része. És akkor térjünk rá a mai témánkra, vagyis hát tulajdonképpen igen, ugyanaz a kérdéskör folytatódna most, amit a múltkor elkezdtem, a háború nem nagyon tudjuk megkerülni. Értelemszerűen, hát ha egyszer benne vagyunk egy világháborúban, egy globális történésben, amely a szó szoros értelmében az egész emberi létezést veszélyezteti, akkor hát nem nagyon kerülhetjük meg ezt a kérdést. Nem tudjuk, hogy meddig tart, senkinek sejtelme sincs róla ez az egész helyzet, de amíg tart, és ráadásul amíg egyre inkább mélyül, és egyre veszélyesebb lesz, addig nem nagyon tehetjük meg, hogy ne foglalkozzunk vele. Ráadásul most van egy különös apropója, és a címben erre utaltam ennek az egész kérdéskörnek, és ez pedig az, hogy 1962. októberében, tehát pontosan 60 évvel ezelőtt, a világ már volt rendkívül veszélyes helyzetben, ott körülbelül 2 hétig minden eddiginél, azt megelőzően is, mondjuk az elmúlt 60 évben se fordult elő olyan helyzet, amikor az emberiség olyan közel állt önmaga megsemmisítéséhez, hát atomháborúval történő megsemmisítéséhez, mint akkor ott 1962. októberében. És ez az összevetés a címben arra utal, hogy bizony ma sokkal-sokkal rosszabbak, összehasonlíthatatlanul rosszabbak a feltételei az atomháború elkerülhetőségének, mint akkor ott 1962. októberében voltak, ami nem túlságosan biztató hír, hiszen azt jelenti, hogy összességében, akárhogy is kerülgetjük ennek a kimondását, az emberiség ma lelki, erkölcsi, szellemi szempontból rosszabb, és vagy sokkal rosszabb állapotban van, mint 60 évvel ezelőtt volt. Tehát a létlejtő, amelyen értelemszerűen nyilván volt más sok ilyen alkalom az emberiség történetében, ez a létlejtő a rendezetlenség erőinek az átmeneti győzelmét jelenti. Tehát amikor lejtőre kerül a világ, akár nagyon-nagyon hosszú időre, évszázadokra vagy évezredekre, az azt jelenti, hogy olyankor a rendezetlenség erői kerekednek felül. A múltkor áttekintettük a háború 5 általam legalábbis értelmezhetőnek tekinthető rétegét. Az egyik jó barátom figyelmeztetett arra, hogy azért van egy 6. végső rétege is ennek az egész kérdéskörnek, és teljesen igaza van, nagyon köszönöm ezt a jó tanácsot. Az, és abban a szellemi, legmélyebb szellemi szinten, mondhatnánk persze azt is, hogy a legmagasabb szellemi szinten, nyilvánul meg az a legvégső örök igazság, hogy végül mégis mindig a isteni rend kerekedik felül, tehát mindazok, akik akár évszázadokon, évezredeken keresztül lefelé rúgdossák a létezés lejtőin az emberi létezést, azok vereséget szenvednek, és az isteni rend győzedelmeskedik. Ez valóban így van, és ez az egyetlen igazán reményt keltő az emberi életben, hogy hinnünk kell, és hiszünk is persze abban, hogy végül is mindig az isteni rendet képviselő szellemi energiák kerekednek felül, de
sajnos átmenetileg mégiscsak, és ez az átmenet nagyon hosszú is lehet, több száz év, több ezer év előfordulhat, és most kétségkívül ilyen korszakot élünk, a rendezetlenség erői látszanak győzedelmeskedni. Annyiban győzedelmeskedhetnek is, hogy hát hogy ebben a formájában valóban szétbontják a világot, ami van széthúlt darabokra, tehát az ebben a formában létező emberiség sajnos felszámolhatja magát a végső rendezetlenségbe, vagyis a káoszba hullhat. De a káoszra is úgy kell tekintenünk, mint valamiféle humuszra, amiből majd új létezés sarjad, mert a rend mindig legyőzi a rendezetlenséget. A görög káosz és kozmosz kifejezések is erre utalnak, ahogy már többször említettem, a kozmosz az a káoszmosz, vagyis hát minden a káoszból keletkezik, azaz a humusz, amiből kihajt a létezés, a teremtés, a rend, és aztán hát sajnos oda is hullik vissza. Minden ciklikusan változik az egész létezésben, világegyetemben, teremtésben, így értelemszerűen az emberi világ is követi ezeket a hatalmas ívű ciklusokat, amelyekről azért nincsen pontos tudomásunk, csak szellemi feltételezéseink lehetnek, mert nincsen kollektív emlékezet. És azért nincsen mondjuk 100 000 éves kollektív emlékezet, és azért nincsen 100 000 éves kollektív emlékezet, mert ezek a negatív erők, a rendezetlenség, a világot, a rendezetlenség felé rúgdaló erők többek között ezt is szétroncsolják. Tehát kollektív emlékezetünk legfeljebb az utóbbi 2-3 000 évről van, ami azt megelőző, arról ez nagy, hát és pláne mondjuk több 10 000 évről vonatkozóan, meg aztán végképp nincs kollektív emlékezet, és ezért hát nem tudjuk, hogy ezek a ciklusok valójában hogyan zajlanak. Nyilván, ha 100 000 évre visszamenőleg lenne kollektív emlékezetünk, és látnánk azt, hogy benne ezek a 3-6 000 éves ciklusok rendszeresen ismétlődnek, akkor egy picit reménykeltőbbnek éreznénk a helyzetet, még akkor is, hogyha most kétségtelen a rendezetlenség erői látszanak győzedelmeskedni. A 60 évvel ezelőtti helyzet, ami mindez ideáig a legveszélyesebb helyzete volt az emberiségnek, tehát akkor álltunk a legközelebb önmagunk megsemmisítéséhez, 62. októberében, kubai rakétaválságként ismeri a legújabbkori történelem. Egy kémrepülőgép, egy amerikai kémrepülőgép, amelyik rendszeresen járőrözött Kuba felett, érdekes felvételeket készített, és a felvételek elemzésekor egyértelműen kiderült, hogy olyan rakéták telepítése zajlik, szovjet rakétáké természetesen, amelyek lényegileg az Egyesült Államok összes nagyvárosát képesek elérni, és nagyjából egyenként, tehát több tucat ilyen rakétát telepítettek, vagy telepítése zajlott éppen, egyenként is képesek nagyvárosokat megsemmisíteni. Akkoriban ezek a rakéták már képesek voltak ilyen 1-2 megatonnás hidrogén bombákat szállítani. És hát értelemszerűen ez nem nyerte meg az Amerikai Egyesült Államok legfelső vezetésének a tetszését, tehát ultimátumot intézett a szovjet vezetéshez, hogy hát azonnal vonják ki Kubából ezeket a rakétákat. Ellenkező esetben ennek nagyon súlyos következményei lesznek. Mind a két fél tisztában volt azzal, hogy hát ez így rendkívül veszélyes helyzet. És aztán, hogy csak a lényeget, de hát tudjuk az, hogy az emberiség végül is megmenekült, tehát még életben vagyunk, az ugye mindenféleképpen azt jelzi, hogy sikerült valamilyen egyességre jutni, de a lényege ennek egyébként az egyességhez persze az is hozzátartozott, hogy a Szovjetunió viszont jelezte, hogy pontosan tudják, hogy Törökországban, tehát szintén nagyjából ugyanilyen közel az orosz határhoz,
viszont amerikai rakéták vannak, amelyek viszont az ő épségüket veszélyeztetik, ezért csak akkor mennek bele a Kubából a rakétái kivonásának, hogyha Amerika is kivonja a Törökországból. És végül is ez az egyesség, ha nem is csont nélkül, meg nem könnyen, érdekes módon az amerikai vezetés azért annyit mindenféleképpen kiharcolt magának, hogy jó, rendben van, ő is kivonja a Törökországból az atomrakétáit, de akkor ez csak egy fél évvel később jelentsék be, hogy hát arcvesztés, ugye, hogy nehogy már az amerikai nép elé úgy kelljen kiállni, hogy most akkor mi is kivonjuk a rakétáinkat, tehát hogy lényegében egyenlő mércével mérjük magunkat. Jellemző módon már akkor is szégyenkezni kellett ezen, hogy akkor egyenrangú szuperhatalmak vagyunk. Majd mindjárt ezzel kapcsolatban rátérnék a jelenlegi helyzet elemzésére. A két főhős, az amerikai elnök, az ifjú Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, illetve Nikita Ruscsov, egyébként ukrán származású, a Krímet ő ajándékozta Ukrajnának, és a mai konfliktus nem csekély mértékben ennek az akkor gyanútlanul Ukrajnának ajándékozott félsziget körüli feszültségekre vezethető. Vissza nyilván ennél sokkal komplexebb, de a Krími a Krímben, ahogy beszéltünk róla, jelentős mértékben élezi és teszi szinte teljesen lehetetlenné az elemi szintű békekötés lehetőségét is. Ürügy ez természetesen, de ezzel együtt is a Nikita Hruscsov, mert ugye ott tartottunk, mi és Kennedy elnök is szellemi, lelki értelemben, ezt kell mondanunk, bármilyen furcsa, nagyon különös ez, hogy szóval mind a kettőjükben még sokkal inkább jelen volt valamiféle a tradicionális lelki beállítódásnak valamilyen formája, különösen ugye a szovjet vezetőben, de valamilyen értelemben Kennedyben is, tehát valamiféle emberre emlékeztető mozzanatok úgy látszik még mindig jelen lehettek, sokkal inkább jelen voltak, tehát lelkileg, erkölcsileg, szellemileg azóta általában nagyon-nagyon sokat pusztult lefelé az emberiség és az emberség. Ebből is látszik, hogy nem csak, hogy semmiféle fejlődésről nincs szó, és nem is lehet, hanem a lehető legbrutálisabb, hát eleve a fejlődés szó úgy hülyeség, ahogy van, nem véletlen, hogy óckodik is minden lexikon attól, hogy definiálja a fejlődést. Jó, szóval az emberiség degradálódik, na, de hát ezzel teljes mértékben tisztában vagyunk, lelki, erkölcsi, szellemi értelembe véve, hagyja magát lepusztítani az emberiség, és ez vezetett el ahhoz a helyzethez, most mára rátérve, hogy hát sokkal rosszabbak a feltételei az atomháború elkerülésének, vagyis az emberiség önmegsemmisítése elkerülésének. És ennek az alapvető okai, amiről a múltkor részletesen beszéltünk, vagy a legalapvetőbb oka az, hogy sikerült egy olyan helyzetet kialakítani, ahol mindkét fél, hát az egyik oldalon formálisan mindenképpen Oroszország van, de egyúttal Oroszország hát valami olyat képvisel, ami még nagyon különös, hogy most éppen Oroszország van ebben a helyzetben, ami még azért szeretné valamilyen módon a rendet, a rendezettséget valahogy megőrizni, míg a másik oldalon a totál rendezetlenség, a pusztítás erői. Nem tudjuk igazán megnevezni, de a rend és rendezetlenség, mint örökkön örökké a világegyetemben, térben és időben, a rend és rendezetlenség erői csapnak össze, és hát bármilyen különös, illetve semmi különös nincs ebben, ma Oroszország képviseli a rendezetlenség, a rende, na jó, már nagy a feszültség bennem, tehát Oroszország képviseli a rendet, nem gondoltuk volna soha, mondjuk az elmúlt 100 évben, vagy akár 160 évben, 1848 vagy 170 év
utána, hogy igen, igen, Oroszország képviseli a rendet, és a másik oldalon vannak a pusztító rendezetlenség erői, amikor például azt mondják, hogy unprovoked, ugye ezt a kifejezést, hogy ezt a szegény, demokratikus és szabadság szerető népet, Ukrajnát egyszer csak unprovoked, mindenféle provokálás nélkül, mindenféle ok nélkül megtámadta a csúnya Oroszország, és ez azért életveszélyes, mert ha ezt a világ elhiszi, akkor egyúttal azt is el kell hinnie, hogy aki ilyet tesz, ez az orosz vezetés, személy szerint az orosz elnök, aki ilyet tesz, azt el kell pusztítani. Hiszen csak gondoljatok bele, tehát hogyha minden provokálás nélkül, minden ok nélkül egy agresszorként megtámad egy országot, hát akkor meg kell semmisíteni. Hát nyilván, tehát ő akkor maga az ősgonosz, akit nyilván fel kell valahogy számolni. Azért életveszélyes tehát a jelenlegi helyzet, mert ez egyúttal arra, ez nyilván hazugság, az unprovoked, hát most nem megyünk részletekbe, nagyon sokszor egy év se történt az elmúlt 30 év során, mint Oroszország folyamatos, hihetetlenül bócska, cinikus, gátlástalan provokálása. És hogyha azt mondja ez a nem létező világerő, hogy unprovoked, hát nem is érte, hogy hát nyilván csak azért, mert ez maga az ősgonosság, akkor ez azt jelenti, hogy számára tökéletes felhatalmazás van arra, hogy bármit megtehessen, hiszen a gonoszt, hát a gonoszt azt nyilván azt meg kell semmisíteni, és akkor innentől kezdve valójában azért vegyük észre, hogy a világ lélektanilag, mivel a globális média 99,9%-a, a valóban hatásos globális média az ennek a nem létező erőnek és az ő kitartott prostituáltjaként üzemeltetett Amerikai Egyesült Államoknak a kezében van, és ezen keresztül ezt a hamis narratívát, hogy ez a háború unprovoked, tehát semmiféle előzménye nem volt, és éppen ezért meg kell semmisíteni azt az Oroszországot, amelyik ilyen gátlástalan agresszor, ki kell iktatni a világból. Vagyis a rend erőinek, mert hát ez úgy állítja be, mint hogyha ők képviselnék a rendet, aminek pontosan fordítottja, igaz, érvényt kell szerezni ennek a rendnek, tehát meg kell semmisíteni. Igen, vegyük észre, ebben az unprovokedban az van benne, hogy meg kell semmisíteni Oroszországot, tehát mindenféleképpen nekünk kell győzni. Oroszország meg értelemszerűen, mivel igenis történelmileg most ő képviseli a rendet, ő sem tehet mást, hát aki a rendet képviseli, annak a legvégsőkig el kell menni a rend megőrzésében. És innentől kezdve válik tényleg életveszélyessé a helyzet, és elméletileg se, tehát logikailag elméletileg se lehet semmit sem mondani arról, hogy mi fog történni. Körülbelül olyan a helyzet, talán már említettem, lehet, hogy többször is, bocsássatok meg, ugye, az akkori szenilitás lehet, hogy egyre többször jelentkezik majd nálam, de ha már említettem is, érdemes újra felidézni azt, hogy ez egy olyan helyzet, amikor megyünk autóval, és egyszer csak ott van előttünk a behajtani tilos tábla, hát jó, nem baj, akkor jobbra vagy balra elfordulunk, de az a helyzet, hogy jobbra és balra se tudunk fordulni, mert ott is ott van a behajtani tilos tábla, és hát mivel egyirányú utcában megyünk, ezért hát megfordulni se lehet, és mivel kereszteződésben vagyunk, értelemszerűen megállni sem lehet. Semmit sem lehet, de valaminek mégiscsak történnie kell. Tehát valamelyik alapvető szabályt brutálisan meg kell sértenünk ahhoz, hogy ebből a helyzetünkből kikeveredjünk. Tehát ebben az értelemben mondhatjuk azt, hogy valaminek történni kell, és valami történni is fog, de hát fogalmunk sincs egyelőre, hogy mi fog történni. Tudnilik, olyan brutálisan kellene valamilyen világszabályt megszegni, legalábbis az eddigi értelmezés szerint ahhoz, hogy
Hát, hogy valami rend, igen, ne haragudjatok, azért makogok ebben, iszonyú feszültség van, és nyilván mindnyájunkban is, hogy sikerült megint, sikerült minket egy olyan helyzetbe bevinni ennek a nem létező erőnek, ahol tökéletesen kiszolgáltatottak vagyunk. És sajnos hiába mondjuk azt, hogy jó, akkor mi kimenekülünk a vadonba, és akkor majd ott mindentől függetlenül, de hogy függetlenül? Tehát, hogyha egy atomháborúban elpusztítják az egész világ, akkor mitől és hogyan független? Már pedig ez történik. Ez történik folyamatosan, minden nap történik valami. Ez a gázvezeték felrobbantása is, amivel kapcsolatban annyira vicces, hogy nyilatkozik az amerikai külügyminiszter, és egy röpke három percen belül, sőt, másfél percen belül háromszor is mondja, hogy tremendous opportunity. Tehát, hogy talán úgy lehetne fordítani, hogy pfú, ez egy marha jó esély, mondja. Marha jó, ez nagyon jó, hogy ez történt. Mármint, hogy valaki felrobbantotta ezt a gázvezetéket, mert így legalább technikailag is tökéletesen ki van zárva, hogy Németország és Oroszország között bármiféle együttműködés lehessen. És akkor ezek után, tehát miután háromszor is elégedetten csettint egy rövid megszólalásában, egy sajtótájékoztatón az amerikai külügyminiszter, hogy ó, de jó, hogy ez történt, és akkor ezek után megvádolják az oroszokat azzal, hát mi van, az oroszok csinálták, de ó, nagyon jó, hogy ezt csinálták, mert így legalább, nyilván az oroszok érdekeltek abban, nem? Meg mondjuk a németek, hogy ne lehessen köztük, tehát hogy mind a kettő megdögöljön, mondjuk, hát még szép. És ezt el kell valahogy viselni a kanadai külügyminiszter asszonynak, mert ugye együtt adtak, egy valami sajtótájékoztató volt Washingtonban, annak legalább volt humorérzéke, mert amikor aztán ő is érintette ezt a sajtótájékoztató, azért ne legyünk naívak, mondta ezzel kapcsolatban, és amikor visszakérdezett, hogy what does it mean, mégis mit jelent, hogy ne legyünk naívak, és akkor csak, hát igen, szóval sokat sejtetően mosolygott. Na jó, szóval nehéz, most is nehéz, és amilyen nehéz idők jönnek, az arra pedig azt hiszem most már fogalmaink se nagyon vannak. Annyit még tegyünk hozzá ahhoz, ami 60 évvel ezelőtt történt, hogy a két főszereplő, akik végül is megmentették a világot, pedig mármint Hruscsov és Kennedy, pedig iszonyú ellenállás volt az amerikai és az orosz-szovjet felső vezetésben is a megbékéléssel szemben. Tehát mindkét oldalon tulajdonképpen többségben voltak azok, akik azonnal háború, jó, akkor most kell lépnünk, és most kell megsemmisítünk, akármi is lesz a következménye, de nekik mégis sikerült a békét megőrizni. De elég vészjósló jel, hogy hát mindketten elég szomorú véget értek, mert ugye 62 év végén, októberében megmentették a világot, és jutalmul 63 novemberében, tehát pont egy évvel később egy merényletben megölték Kennedyt, és rá egy újabb évre pedig, hát végül is az életét nem vették el Hruscsovnak, de megalázó módon megfosztották minden tisztségétől, és nem sokkal utána magától is meghalt szegény. Pedig megmentették a világot, és ez a jutalom, hogy tulajdonképpen mind a kettőjüket kiiktatták, Kennedyt az életből is, Hruscsovot pedig hát csak a politikai hatalom világából, ez azért elég vészjósló jele annak, hogy már akkoriban is többségben voltak a pusztító erők, ma viszont tökéletesen, mindent elsöprő módon a világ felszámolására törekvő erők vannak többségben. A rendezetlenség most egyelőre győzedelmeskedni látszik. Még egy érdekes mozzanat, és talán ezzel fejezném be, hogy Rusk amerikai külügyminiszter, az akkori 60 évvel ezelőtti amerikai külügyminiszter, aztán egy interjúban úgy fogalmazott néhány héttel később, hogy erősen egymás szemébe néztünk,
és aztán egyszer csak mind a ketten elkezdtünk pislogni. És azt hiszem, hogy ebből felsejlik valami abból, amit az előbb is említettem, hogy bármilyen különös 60 évvel ezelőtt még a nagy politika végtelenül cinikus, gátlástalan, legfelsőbb szintű szereplőiben is volt valami emberi. Ma ez véget ért. Isten óvja a világot. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.